Ötödik rész. A főszerepben Ronald Pickup, Varga Gábor és Carla Fracci, Piccoli Gerda. Írta Renato Castellani. Fényképezte Giuseppe Ruzzolini. Az Itáliából érkező postában Barezzitől is érkezett egy levél. Kedves apósom! Oly hosszú idő után igazán nem vártam így hideg hangú levelet öntől, tele éles hangú megjegyzésekkel. Verdinek ez a levele válasz volt Barezzire, amely sajnos nem maradt ránk. Ha nem látnám rajta Antonio Barezzinek, jótevőmnek az aláírását, egyáltalán nem, vagy csak nagyon keserűen válaszolnék. Verdi és Barezzi hosszú barátságának ez volt az egyetlen igazán válságos pillanata. Kétlem, hogy e sorokat a saját meggyőződése alapján írta. Szomorú tény, hogy olyan emberek közt él, akik nem átallanak beleavatkozni mások dolgába, és megbélyegezni mindazt, ami nem felel meg az ő felfogásuknak. Mi rossz van abban, hogy elvonultan élek? Hogy kerülöm a nyilvános szereplést, és úgy kívánom igazgatni az ügyeimet, ahogy a legjobbnak tartom. Szegény Barezzi. Az idő kérlelhetetlenül haladt, és a távolság, amely Verditől elválasztotta, egyre nőtt. Verdi olyan messzire jutott, olyan híres lett, olyan jelentős. Túlságosan. Ő pedig megmaradt a régi, becsületes kereskedőnek. És a kisvárosi közegben naponta jutottak a fülébe pletykák, rosszindulatú suttogások. Igaz, a házamban él egy szabad és független hölgy. De sem én, sem ő nem tartozunk elszámolással senkinek. Egyébként pedig ez a hölgy, aki a házamban él, megérdemli mindazt a tiszteletet, ami engem övez. Talán még többet is. Ehhez joga van. Mindazzal, amit itt leírtam, nem akartam megbántani. Ha mégis olyasmit talált benne, kérem, tekintse semmisnek. Mivel, és ezt tiszta szívvel mondhatom, a múltban is és jelenleg is a jótevőmként gondolok önre, és ezt soha nem felejtem el. Isten áldja! Isten áldja! Signor Antonio, kész a vacsora, jöjjön! Há, igen, megyek! Ahogy visszatért a jó idő, folytatódtak a munkálatok Szantagatán. Adj egy falatot! De jól esik! Befejezem aztán mindent. Megint neked? Az eredeti házhoz még két szárnyat építettek. Nos, signor Antonio, milyen az élet Busszétóban? Március elején Verdi és Giuseppina visszatértek Párizsból. Nem is olyan, mint Párizsban. Augusztusban meglátogatta őket Léon Esculier, Verdi operáinak francia kiadója. Nyugodt és pihentet. Milyen volt a párizsi szezon? Rettenetes. Miért? Mert senki sem megy el az operába, ha nem láthat új Verdi művet. Antonio Barezzi is részt vett a vacsorán. Én úgy tudom, már aláírtál egy szerződést. A nézeteltérések már elsimultak. És nem is tudom, mikor fogom. Léon Esculier egy hivatalos megbízással érkezett. És hogy ment a Louise Miller Párizsban? Nagy siker volt. Ez jó lesz. Ha megengedi... Louis Napoleon Bonaparte, a francia köztársaság elnöke nevében. Az a tisztességért, hogy átadhassam Maestro Verdinek a becsületrend keresztjét és szalagját. Hogyan?
Barecci nem volt felkészülve ilyen fordulatra. Escudier később beszámolt erről a jelenetről. Nagy megtiszteltetés. A hír hallatán Antonio Barecci felugrott, Verdi. És újra és újra megölelte Verdit. Verdi! De Signor Antonio, mit csinál? Signor Antonio, rosszul érzi magát? Nincs jól? Mi történt? Mi a baj? Ha nem tetszik önnek, akkor még visszautasíthatom. Nem. A becsületrendet. Hogy lehetne? Megengeded, hogy rápillantsak? Tetszik önnek, Signor Barecci? Ó, Giuseppe. Mm-hmm. Esetleg kölcsönbe helyem? Mit? Nem. Semmit. A becsületrendre. Verdire. Egészségére. Köszönöm. Még egy kis kávét, monsieur? Egy cseppet, merci. Ennyi? Tökéletes. Verdi, ha megkérnélek, ugye nem haragudnál meg? Mire? Hogy add ide a keresztet. Kölcsön. Csak egy napra. Egy pár órára. Miért? Mit akar tenni vele? Tegye el, Signor Antonio. A maestro beleegyezik, de csak a mai napra. Ó. Nos, nekem mennem kell. Köszönöm. Köszönöm, Signora Giuseppina. Köszönöm. Köszönöm. Ne, állj fel, csak megyek a kalapomért. És köszönöm a meghívást. Már megyek is. Bocsásson meg, helyet. De köszönni is elfelejtett. Mire kell neki a kereszt? Megmutatja egész Busétónak. Menno. Mei? Milyen ember? Bizonyám. Kedves maestro. Íme az ön kaméliás hölgye. Köszönöm. Ifjabb Alexander Dumas könyvéből készítette Piave a Traviata szövegkönyvét. Azt kéri, örökre feledjem el. És azután? A szerelem nem váltó. Nem tudhatja, keblemben érte, milyen erős lánggal ég ma a lélek. Nem tudhatja, hogy már régen kegyetlen kortól sorvad éltem. Kegyetlen kortól sorvad éltem. Bajóskor, a kintól, betegségtől. A bajóskor. Nem tudhatja, mi betegség sorvasztja éltem. Súlyos betegségem. Gyilkos kór, mely elemészt. Nem tudhatja, keblemben érte, mi erős lánggal ég a lélek. Nem, ön nem tudhatja, keblemben érte. Mi erős lánggal ég a lélek. Bár Verdi mindössze egy hónap alatt megírta a Traviátát, szokatlanul nehezen fogott hozzá. Nem tudhatja, keblemben érte. Verdi általában az ihlet fellobbanásának hatására komponált. Mi erős lánggal ég bennem a lélek. A librettót és a már elkészült kottát magával vitte Rómába. Úgy tervezte, hogy a trubadur próbáinak szünetében fog dolgozni rajta. De nem sikerült. Az ihlet csak nem jött. Mit akarsz? Lemegyünk mosni. Nem jössz? Te igen, várjatok! Róma. Giuseppina csak fél útig Livornóig kísérte el Verdit. Ott elbúcsúztak egymástól. Verdi félt a római pletykáktól, és nem merte Giuseppinát elvinni magával. Livornóból a magára hagyott Giuseppina gyönyörű leveleket írt Verdinek. Egy szerelmes asszony levelei ezek. Drága Verdi, meg kell vallanom a gyengeségemet. Ez az elválás fájdalmasabb volt, mint eddig bármelyik. Nélküled csak kóbor lélek vagyok. Ha egész életem az árnyékodban tölthetném, sem fáradnék bele. Boldogsággal tölt el a tudat, hogy te sem találsz magadra nélkülem. Leírtál már akár egy hangot is? Elkészült egyetlen oldal is az operából, nem? Én örülök ennek. Az a baj, hogy nem ülök ott a szobád egyik rejtett szugában, hogy meghallgassam ez eredményt.
Ez egy nagyon fontos mondat. Nem csak azt mutatja meg, milyen helyet foglalt el Giuseppina Verdi szívében, de azt is, mi volt a szerepe a mindennapjaiban. Az érzékeny művész csak tőle fogadott el kritikát vagy javaslatot. Nem vagyok ott veled valamely karos székben ülve, hogy azt mondjam. Ó, ez jó, maestro. Nem, az nem. Egy pillanat. Ismételd meg. Ó, mi eredeti. De nélkülem vagy, mert száműztél engem ide Livornóba, és az Isten büntetésül hagyja, hogy killódj, mielőtt megnyitja agyadnak azokat a rekeszeit, ahonnan az a gyönyörű muzsika kiáramolhat. Tény, hogy amint Verdi a trubadúr sikere után visszatért Rómából Santa Gátára, a kis rekeszek kinyíltak, és a muzsika előtört. Lázas izgalomban megszületett a Traviata. Giuseppina viszonya a Traviatához igen különös volt. Valószínűleg szomorú emlékeket keltett benne. Leveleiben gyakran említi a mi trubadúrunkat, de a Traviatára semmilyen utalást nem találni. És a két hét alatt, amíg Verdi a Traviatán dolgozott, Giuseppina szinte mindvégig betegeskedett. Míg egy napon... A vacsora készen, asszonyom. A risotto állott lesz, ha nem ülnek asztalhoz. Ah, igen. Komponál. Verdi dolgozott. A Traviata egyik legszebb részletét írta. Violetta áriáját az utolsó felvonásban. Addio de passato. Búcsú a múlttól, a boldogságtól.
Ebben a jelenetben a haldokló Violetta magányosan ül a tükör előtt. Ekkor a tükörben felfedezi a betegség és a kétségbeesés jeleit gyönyörű arcán. Hallgattad? Igen. Ne. Gyere! Menjünk vacsorázni. Késő van. Köszönöm. Verdi még sohasem írt ilyen szívbe markoló dallamot, mint ez az ária. Egy haldoklónő áriája, aki a megváltásban reménykedik. Vannak, akik szerint a Traviata Giuseppina történetét meséli el. Képtelen állítás. De az biztos, hogy a művészek élményeiket nagyrészt feldolgozzák a műveikben. Átalakítják, felhasználják őket. Ebben az értelemben Violetta szenvedése Giuseppináét is tükrözi. És el kell ismernünk, hogy Giuseppina személye és viharos múltja nélkül a Traviata nem lenne ilyen nagyszerű alkotás. A Traviata, a megtévejedett, a cím is jelzi, hogy nem egy cínikus kurtizánról van szó, hanem egy olyan nőről, akit az élet kegyetlen körülményei vittek tévútra, és aki az igaz szerelem révén megtalálta a kiutat. A Traviata teljes egészében Violetta története. Piave nevezte el így a hősnőt, hogy megkülönböztesse Dumas Marguerite Gautier-jétől. Minden körülötte forog. Verdi számára ő az egyedüli hős.
Így van ez az első nagy estély jelenettől kezdve, ahol találkozik Alfredóval, és felcsillan előtte egy új élet lehetősége, amelyben a szerelem nem üzleti viszony, hanem a lélek adománya. A vadmulatozás után Violetta magányosan tépelődik a szobájában. Annyi elvesztegetett hiába való esztendő után alig tudja elhinni, hogy lehetősége nyílik a változásra. Szeretne hinni Alfredónak, de még fél. A férfi hangja igaz szerelmet, új életet ígér. Violetta bizonytalan. Elutasító, nem. Már túl késő. Így kell folytatnia. Az ő sorsa az, hogy szórakoztasson, hogy kéjt adjon, nem szerelmet. De Violetta mégis feladja a régi életét. Követi a szerelmet, és Alfredóval vidékre húzódik. A fiú apja képviseli a polgári társadalmat, az előítéleteiket. Talán épp ugyanazokat, amelyek Barezzit is nyomasztották. Ezért az apa elmegy Violettához, és arra kéri, mondjon le a fiáról. Violetta megpróbál védekezni, de hiába. A jelenet oly sokrétű, hogy nem lehet néhány szóban összefoglalni. Alfredo apja ügyesen játszik Violetta érzelmeivel, és meggyőzi, hogy hagyja el a szerelmét. Jelenetük a muzsikában kifejezett lélektani elemzés mesterműve. Ezt követi a szívszorítóan fájdalmas búcsú, amelyben Violetta elszakítja magát Alfredótól, aki mit sem sejt a fájdalmas áldozatról. Forse per questa,
Csak úgy, mint Dumas művében, Alfredo túl későn tudja meg, hogy Violetta mit tett érte. Mire visszatér hozzá, az asszony haldoklik. Traviata első előadása a velencei La Fenicében 1853. március 6-án emlékezetes bukás volt. Kedves Múcio, a Traviata megbukott. Hogy az én hibámból vagy az énekesekéből, az idő majd megmutatja. Kedves Ricordi, a Traviata rosszul ment. Teljes a bukás. Bármi legyen is az oka, a tény ez. A nézők számára, akik megszokták, hogy királyokat, prófétákat és páncélos lovagokat látnak az opera színpadon, különösen furcsa volt olyan középosztálybeli figurákkal találkozni, amilyenek ők maguk. Másokat sértett maga a nyers dráma. Színdarabban vagy operában mégiscsak egy prostituált marad. Ezt a megjegyzést már Párizsban is hallottuk. Verdi muzsikája ennél jobbat érdemel. Ön mondja ezt? Meg? Miért nem mondanám? Hiába Verdi páratlan tehetsége, ami a Rigolettót is tönkretette, ez a realizmus mánia ide vezet. A melodráma, az opera nem valóság, nem az és nem is lehet az. A valóságos életben az emberek nem énekelnek. Beszélnek. Valószínűleg. Verdi így írt egy barátjának. A Traviata zajos bukás volt, egyesek ott is hagyták. Mégsem bánt igazán. Nem hiszem, hogy a ma esti reakció örökre elhallgattatná ezt az operát. Igaza lett. A következő évben újra Velencében, de nem a La Fenicében, hanem a Teatro San Benedettóban a némileg felújított Traviata nagy sikert aratott. Azóta is a közönség kedvence. Azt mondják, nem múlik el nap anélkül, hogy Verdi Traviatája színre ne kerülne valahol a világon. Így legyen! Jó lesz, kész! Mehet! Húzz erősen! Rendben van! Azt mondják, hogy a Szent Agatai kertben... Ez jó! Most hozzátok a másik fát, azt is elültetjük. Menjetek! Verdi és Giuseppina három fát ültettek. Egy tölgyet a Trubadurnak, egy platánt a Rigolettónak, és egy fűzfát a Traviatának. Ez azt sugallja, hogy Verdi fejében ez a mindössze két év alatt megszületett három opera szoros egységet alkot. Nem. Az biztos, hogy különlegesek. Mindegyikük egyedi és kiemelkedő helyet foglal el Verdi életművében. Mit művelsz? Add azt ide. Ez a művészet. Ahogy mondani szokták, a lényegét fejezi ki a stílusának. Csak lassan. Hallod? Megint a kritikus? Nem, politika.
Azon az őszön Verdi és Giuseppina ismét Párizsba utaztak. Három évet akartak ott tölteni. A francia főváros a világkiállításra készült, és Verdit hivatalosan felkérték, hogy írjon egy művet, amellyel a Párizsi Operaházban megnyithatják az eseményt. Ez annál is megtisztelőbb volt, mivel a megbízást egy külföldi kapta. Sőt, talán politikai megfontolás is volt mögötte, ezzel is jelezve, hogy Franciaország és Itália, azaz pontosabban Franciaország és Piemont kapcsolata új fázisba lépett. Azért kényszerültünk erre a lépésre, mivel nem volt más lehetőségünk, hogy magunk döntsünk. Egy évvel korábban Piemontban Camillo Cavour lett a miniszterelnök. És ez az ellenállás itt Piemontban csak meghosszabbítja. Franciaország pedig köztársaságból újra császársággá vált. Louis Napóleon Bonaparte harmadik Napóleonként az ország császára lett. Akkor hát mit tegyünk Piemonttal és Ausztriával? Ha Itália része lett Napóleon politikai játszmájának. Jobban mondva Lombardia és a Veneto érzékeny ütközőpontot jelentettek Franciaország és ősi ellensége Ausztria között. Állandóan készen kell állnunk. Cavour szemében harmadik Napóleon és a francia sereg biztosíthatta, hogy az aprócska Piemont szabadságát kikergesse az osztrákokat Itáliából, és francia segítséggel felszabadítsa az országot. Változás ellenére Verdi politikai nézetei továbbra is a Maffei grófnő szalonját látogató értelmiség gondolatait tükrözték. Júli. Grófnő? Mehetsz aludni, csak zárd be az ajtót és olsd el a gyertyákat. Ha kellene valami, majd magunk intézzük. Egy este, amikor a vendégek többsége már elment, Clara legközelebbi barátai még jöjjön, ott maradtak. Kedvesem. Az 1848-as felkelés óta 5 év telt el. 5 hosszú év. És az osztrákok még mindig a városban vannak. Mindenki elment. Most beszélhetünk, uraim. Jöjjön. Itália felszabadításához a felkelés és a barikádok kevésnek bizonyultak. Azt hiszem mindenki... Az osztrákok ellen hadsereg kellett, és csak Piemont királyának, második Viktor Emánuelnek volt saját hadserege. Cavour befolyását nem szabad lebecsülnünk. Ha Piemont királya képes lenne egyesíteni Itáliát, még a köztársaság pártiak közül is sokan hajlandóak lennének feladni ezt az elnök. Igen, a realitás bármit az egységes Itália megvalósításáért. De hát Cavour és Piemont a monarchiát támogatják. Ez kétségtelen. És mi lesz a köztársasággal? És Mazzini? Mazzini köztársasága légvárakra épül. Heves vitákkal teli hosszú éjszaka volt. Végül a Maffei szalon patriótái kelletlenül, de elfogadták, hogy fel kell adni Mazzini elveit, a titkos összeesküvést, a lázadást és az olasz köztársaság álmát. Minden cserédemet aludni. Gyakorlatiasabb megoldás mellett döntöttek. Köszönöm. Hogy támogatják Cavour és Piemont politikáját, bízva abban, hogy a király majd egyesíti a nemzetet. Ez nem egyesítés. Piemont egyszerűen magához csatolja a félszigetet. És? Van más ajánlata? Bár rosszá ízzel tették, a döntés szükségszerű volt. Még Verdi is, aki egykor ezt írt a Piavénak. Itáliának egységes, szabad és demokratikus nemzetté kell válnia. Hogy is lehetne másként? Cavour oldalára állt. A Párizsi Operaház számára Verdi megírta a Szicíliai vecsernyét. Zenéje, mely egyaránt népszerű volt Franciaországban és Itáliában, méltán képviselhette a két nemzet közötti kapcsolatot. Cavour elképzelése szerint egy lépést jelentett afelé, hogy a francia sereget Itália földjére lépve támogassák Piemontot. A Szicíliai vecsernye bemutatójára Lombardia és Piemont arisztokráciája és értelmisége Párizsba sereg lett. Ebből az alkalomból Verdit bemutatták harmadik Napóleonnak. Bravo!
Mi már találkoztunk egyszer Londonban, emlékszik? Tökéletesen emlékszem. Megtiszteltetés volt. Harmadik Napóleon Itáliában nőtt fel, és jól beszélt olaszul. Gyönyörű opera! Nagy dicsőség a mi Itáliáknak. Számító ember volt, de szentimentális. Itáliában töltött gyerekkora mindig fontos volt a számára. Ó, én is rajongok Itáliáért. Giuseppinát, Madame Verdit szintén bemutatták a császári párnak. Külön figyelmet érdemel a tény, hogy röviddel ezután Verdi Napóleon vendége volt a Compiègne-i kastélyban, ahol az udvar a rezidenciáját tartotta. Napóleon művészek és tudósok meghívásával erősítette a kapcsolatokat, és igyekezett megnyerni a közvéleményt. A formaságok eltűntek. Csodálatos ez a gyakék. Jól szórakozik, hölgyem? Köszönöm. Az ilyen estélyek meghittebb hangulatának hangsúlyozására a vacsoráknál máskor muzsikáló zenekart egy gépzongora helyettesítette, amelyet a legfiatalabb tisztek működtettek. Madame Verdi, megtisztel egy tánccal? Jaj, nem, köszönöm, nagykövet úr, de már nem nekem való. Ugyan, csak nem a zenével van baj. Madame Verdi. Nem, dehogy is. Akkor találjon más kifogást, Giuseppina közelévezte magát a célhoz, amely valahogy elérhetetlennek tűnt. Nagyon köszönöm. Ebben az időszakban más kitüntetés is érte Verdit. Rendelet, hogy maestro Verdi megkapja Szent Moritz és Lázár rendet. Hát igen, Verdinek. Ma Verdi neve azt jelenti Itália. Verdi és Manzoni. De Verdi zenét ír, amely a szívünkhöz szól. Még az írástudatlanok is megértik. Párizstól Busétóig. Jó reggelt! Jó reggelt, maestro! Hideg van, ugye? Kész van a kávé? Verdi visszatért Szántagátára. Jó reggelt, maestro! Jó reggelt! Csípa hideg! Bizony, úgy van. Figyelj, Anselmo! Most Civitellába megyek, azután Piantadoroba. Ott megtalálhatsz. Nem ja? Csak szereti a vidéket. Giuseppina a francia kiadónak Escudiének írta ezeket a sorokat. De ez már szinte mánia, egy mindent elsöprő indulat. Nem találok szavakat, hogy kifejezzem. Hajnalban kell. Jól van. Egy ószervezett birtokon nem kell ilyesmit venni. Csak azt kell tennünk, hogy elraktározzuk, és jó reggelt, maestro. Fel. Hm? A fogat várja odakint. Ó, igen. Na is. Ez minden. Csillagot fogtad be? Ahogy parancsolod. Helyes, megyek. Verdi 300 000 frankért újabb földeket vett. Oh. A birtoka most már egészen a Póig terjedt. A föld. Az ősi ösztön, hogy földet birtokoljon. De nem akármilyen földet, hanem a Lombard síkság mélyen fekvő, ködös földjét. Mindig ugyanaz a nóta, Escudi. Oly fáradtan tér haza minden este, hogy szinte alig áll a lábán. Vigyázz! Nem megy! Hová vigyem, asszonyom? Az ebédlőbe. Te szentég! Odakint kellett volna levetned. Nézd, mit tettél a padlóval, a sár! Ha ennyire kimeríti magát, hogy marad ereje komponálni? Verdi ekkor a Simon Boccanegrán dolgozott a velencei La Fenice számára, és a szövegíró Piave segítségével felújította egy régebbi operáját a Riminiben épült Teatro Nuovo felavatására. Most Aroldo lett a címe. Verdi életművében az Aroldo nem különösebben jelentős, azonban az életében nagyon is fontos helyet foglal el, mert ekkor találkozott először Angelo Marianival. Itáliában Angelo Mariani volt az első igazi karmester, korának nagy zenei alakja.
Fellépéséig a zenekarokat általában az első hegedűs irányította, aki megadta az alaphangot és a tempót. Ez a nagy zenész Mariani vékonyka ember volt, szeszélyes és hiú. 36 éves volt, de csak 32-t vallott be. Adott a megjelenésére és nagy nőfalú hírében állt. Folyamatosan szerepelt, remek jeleneteket adott elő a zenekarnak. Nem! Hogy tehetik ezt velem? Uram! Még sosem láttam így kétségbeesést. Mi baj van? Semmi. Épp ez a baj. Nem. Mariani, folytathatnánk? Mindenki a helyére. Kezdhetjük. B előtt öttel. Mariani és Verdi nagyon jó barátok voltak. De mint mindig, Verdi most is elvárta a csodálatot, a tiszteletet, a teljes odaadást. És amikor később Verdi úgy érezte, hogy ez a teljes odaadás megszűnt, a barátságnak is vége szakadt. Az Aroldo után 1858-ban elkészült az Un ballo in maschera, az állarcos bál. Ebben az operában a féltékeny férj egy állarcos bálban megöli a királyt, mert azt hiszi, hogy a riválisa. Egy király meggyilkolása színpadon Itáliában mindenütt a cenzúra tilalmába ütközött. Verdi az opera teljes partitúrájával érkezett Nápolyba. Giuseppina! Igen? Giuseppina is elkísérte őt. Verdi már előre jelezte ezt levélben. A feleségemmel Peppina, együtt érkezem. Egy percre lemegyek. Itt van Torelli és Cesarino de Santis. Cesarino de Santis? Uh-huh. A feleségemmel. Jövök hamarosan. Verdi életének egy másik fontos szereplője is Nápolyba jött. Lulu! Gyere csak velem! Aztán majd sétálunk is. Egy kutya. Lulu. Pápa. Lulu mindent megtett, hogy Verdi számára pótolja a gyerekeket. Ne megyünk erre. Ne mondd semmit, hisz ismered. Itt, itt vagyok. Elnézést a várakozásért. Maestro. Minden rendben? Hm? Hogyne? A legnagyobb rendben. Három hónap. Három hónapja betiltották a librettót. Egy hónapja töltöm az időmet Nápolyban. És most, csak most mondják meg! Cesarino, ön vagy Torelli, szólhattak volna. Hogy ha ne? Szólunk, a maestro nem fejezi be a zenét. A zenét? A zene. A zene az része a cselekménynek, hát nem értik. Azt hiszik, ha megváltoztatjuk a szavakat, a történetet meg a cselekményt, a zene ugyanaz marad? Nem! Mert... egy adott cselekményhez mindig a megfelelő zene kell. Mindig a neki megfelelő zene. Az enyémek nem egyszerűen csak darabok vagy áriák. Én az vagyok, aki a drámát látja. Igen. Egy zenei drámát. Felfogták? Hogyne? Igen, megértettem, maestro. Egyébként ne izgassa fel magát. A cenzor által kért változtatás szinte semmi. Nincs következménye. Hogyan? Szinte semmi? Szinte semmi, mondja ön. Nos, nézzük csak ezt a szinte semmit. Hm? Egy. Nincs király. Mivel, mint megszoktuk, mint a Rigolettóban, a királyt nem lehet megölni a cenzúra szerint. Kettő. Azt kérik, hogy a féltékeny férj feleségéből a nővére legyen. Így a féltékeny férj, aki megöli a királyt, nem, a királyt nem lehet, tehát öl, mert féltékeny a nővére miatt. Nagyszerű és megható. Három. A történetet át kell tenni a sötét középkorba. Miért? Mitől olyan vonzó ez a középkor? Hm? El tudják képzelni ezt a könnyű, elegáns zenét középkori háttérrel? Hm? Miért nem a kőkorban? De ez nem elég. Bál sem kell. Nincs bál. De miért? Talán mert erkölcstelen a tánc? Vagy sérti Nápoly Bourbon kormányát? Rejti? Senki sem tudja miért. Peppina. Az operában
Van egy rész, amelyben egy fiú, egy kis manó megjelenik a színen, és mindenféle galibát okoz anélkül, hogy tudná, vagy hogy érdekelné. Meggondolatlan. Mint egy gyerek. Úgy énekel, mint egy fiú. Tudjuk, hogy megy ez. Énekelt, kérlek. Nos, a cenzor szerint ebből a fiúból legyen egy harcos. Ami a legjobban bánt az ilyen emberek ostobasága. Miért kellene a fiúból harcost faragni? Önök szerint egy ifjú harcos így énekel? Oscar Losa Manol Dira tra la 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 la. Nem. Visszavonom az operát. Nem adhatják. De nekem bérleteseim vannak. Ha nem kapják meg az operát, nem fogják kifizetni. Ön bíróság elé kerül. Legyen. Remek lehetőség lesz, hogy mindenki értesüljön a cenzúra ostobaságáról, meg a kormányéről, aki alkalmazza. És végre jót fogok mulatni. Verdi 3 hónapot töltött Nápolyban. A viaskodás a cenzúrával igazán jót tett neki. Ó, Don Dommi, miért festett így szomorúra? Don Dommi a tehetséges festő Domenico Morelli volt. Az élet felénél közel a halál, Lulu. Talán úgy érezte, visszafiatalodott, visszatért azokba az időkbe, amikor minden új operáért küzdeni kellett. 50-hez közeledve Verdi megfontoltabb, kevésbé érzékeny, békésebb lett. Megismert egy új érzést, a melankóliát. Tizenöt hosszú, bizonytalan év után Giuseppinával való kapcsolata is révbe ért. Giuseppinát immár elfogadták, sőt, körülrajongták, mint Signora Verdit. A maestro egy barátnőjével. Hogy tetszik? Verdi! Mit szólsz hozzá? Verdi e Luluja! Ez egyike a tánczenéknek az állarcos bálestéjéről. Korábban Verdi tánczenéiben, még ha lenyűgöző bálokon szóltak is, mindig volt valami jól felismerhetően vidéki vonás. De ezúttal a zene oly kifinomult, hogy pontosan tükrözi egy udvari estély lényegét. Szabad? Csodás volt, asszonyom, gratulálok! Bella tragedia, muto in commedia, ah, 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 ah. E che baccano su caso strano, e che commenti per la città, e che baccano su caso strano, e che commenti per la città, e che baccano su caso strano, e che commenti per la città, e che baccano su caso strano. Lezajlott a per, és Verdi veszített. De lényegében mégis nyert az ügyön, visszavonta az operáját. Az állarcos bál bemutatójára tehát nem Nápolyban, hanem Rómában került sor. Egész Róma az állarcos bál áriáit énekelte. Adjon egy csokrot! Tessék! Egész Róma az áriákat énekelte, és egész Róma kiáltotta, éljen Verdi. Hé, az őrség! Mit írkál ez? Hogy éljen... Verdi, Verdi, éljen Verdi! Maguk is menjenek inkább az operába, az állarcos bára is tanuljanak valamit, ostobák! Hallod, ostobák, mi? Nincs ezekben semmi tisztelet. Azért szívesen megnézném azt az operát.
Viktor, Emmanuel, Olaszország királya. Azaz öt betű pontokkal elválasztva... Mindörökké, fiam. Már egész mást jelentett. Ó, oh, de mi ez? Mi ez? Viktor Emmanuel, Olaszország királya lesz, remény. Ó, oh, Isten bocsássa meg. Talán a pápára gondolja. Jól mondja, bizony. Verdi sorsa az volt, hogy jelképpé váljon. 1848-ban a zenéjével, most a nevével is. Megvolt az esélye, hogy Viktor Emmanuel Piemont királya valóban Olaszország uralkodójává váljon. Esély, hogy Itália egyetlen nemzetben egyesüljön. Igen, tisztelt szenátorok, tisztelt képviselők! Úgy látszott, Cavour ügyes diplomáciai manőverei végre eredményre vezetnek. Évek hosszú türelmes munkája. Előbb, hogy elfogadtassa az olaszokkal a monarchia eszméjét, utóbb, hogy meggyőzze a kétkedőket, köztük harmadik Napóleont, aki csak fél szívvel állt Piemont mellé. Napóleon ugyan ezek tartott az osztrákoktól, de egy erős, egységes Olaszországot is veszélyesnek ítélt. Most azonban rugalmasságunkban és a múltban felhalmozott tapasztalatainkban bízva, szilárd elhatározással... Voltak, akik kételkedtek abban, hogy Napóleon megtartja a szavát és harcba küldi a francia hadsereget, ha az osztrákok megtámadják Piemontot. Minden reményünket az igazságba és nemzetünk szabadságvágyába fektetjük. Bár Piemont csak egy apró állam Európában, mégis elismerik, mert biztosítja a társadalmi igazságosságot és békét. Nem lehetünk érzéketlenek arra a segélykiáltásra, amely Itália minden tartományából cselekvésre buzdít. Ezek a szavak egyértelmű provokációt jelentettek Ausztria felé. A cél az volt, hogy az osztrákok megértsék és háborút üzenjenek Piemontnak. Miért ne támadnának meg minket? Miért ne követnék el ezt a hibát? Az átkozottak. Nem tehetnek mást. Excellenciás úr. Mi történt? Távirat érkezett. A Ticinónál. Azok az ostoba idióták átlépték a Ticino folyót. Megtámadnak minket. A Napóleon és Piemont között megkötött titkos megállapodás szerint a franciákon volt a sor, hogy hadat üzenjenek Ausztriának. Ez az egyetlen Verdi ária, amire emlékszem. Szörnyen hamis lehet. Ahogy mondja. Bizony úgy van, excellenciás úr. Verdi! Levél! Levél Genovából! Verdi! Mariani írt! Kétszer aratunk, érti már? Írt egy levél. Jó, Anselmo, majd még beszélünk. Rendben, maestro. Mariani levelet írt. Igen. Genovából. Most érkezett. Ah, már vártam ezt. Olvasd fel. Ne, várj. Maria! Maria, kávé, gyorsan! Akkor halljuk. Mariani. Sok hibája van, de melegszívű, igaz barát. Mit írt? Mesterem és mentorom. A genovai kikötőből ide hallatszik a dobok ütemes hangja, amint hírül adják a francia csapatok érkezését. Délután 2 óra van. Istenem, a dobok zenéjéhez hamarosan a templomi harangok ellenpontja társul, köszöntve a katonákkal megrakott francia hajókat, amelyek segítik, hogy Itália elnyerje a függetlenségét. Ó, drága Verdi, nagyszerű mesterem! Miért nincs ma itt a kedves Signora Peppinával? Signor Maestro! Bocsásson meg, de... De igaz, amit az emberek beszélnek, hogy megjöttek a franciák? Igaz. Végre kiverik az osztrák vérszopókat. Úgy van. Igaz. Mondja csak, Maria. Elmondhatom a többieknek. Hogyne, bátran, hogyne. Köszönöm. A franciák partra szálltak! Thank you.
Hallottad? Ágyúznak. Tudom. Piacenza felől hallatszik. Verdi, jobb, ha körülnézek. A cselédség nyilván felébredt. Menj csak. Gyere te is, jobban megnyugszanak. Ó, Isten segíts! Mi volt ez? Ó, Istenem! Maria! Ágyodörgés. Valahol ágyúznak erre. Úgy van. Ó, signor maestro, itt lőnek a közelben. Nem. Piacenza felé van, elég távolra tőlünk. Maria, mi bajod van? Nem is örülsz? Most megszabadulunk az osztrákoktól. Kitört a háború. És meddig tart a háború, maestro? Isten tudja. Hallgass! Anselmo, hallod ezt? Jaj, szegénykék, még félig alszanak. Ülj csak ide. Ide felültetlek. Nekik aludniuk kellene. Az ágyózás felkeltette őket, asszonyom. Megijedt, tessék. Persze, hogy megijedtek, ez természetes. Tessék, neked. De ha felnőnek egy szabad országban, emlékeznek majd erre. Gyere, ne félj! Ez nem ágyú dörgés. Lehet, hogy a hidakat robbantják fel a pón. Maestro, az ellenség menekül! Itt a szabadság! Bravo! Hát itt van, maestro. Jól mondanám, Rogio. Ezúttal tényleg kiveljük őket. Most aztán nem jönnek újra vissza, mint 48-ban. Nem látni a tüzet még a tetőről sem? Nem hát, mert a tűzharc messze van, Piacenzánál. Mi lesz, ha közelebb jönnek? Nos, ha ide jönnek, mi is készen állunk. Nekem van vadászpuskám. Neked is megvan a tiéd. Még Ambrogiónak is van egy mordája a keresztes háborunkból. Na jól megtöltöm, leszedi a fejüket is. Maria, főz egy kanna kávét mindenkinek. Bastianónak és Pepinónak. Valahol lőnek! Mit, ha ágyú lenne? Na, majdnem 2 óra. Ha megittátok a kávét, mindenki menjen a szobájába. Én is megyek és lefekszem. Nincs veszély. Jó ét mindenkinek! Jó ét! Jó ét, maestro! Nagyon jó! Jó ét! Halljátok a dörgést, mintha ágyú lenne. És ne feledkezz meg a tűzről. Jó ét, maestro, asszonyom. Jó ét. Jó ét. Jó ét. Oda néz. Nyitva hagytam az ablakot. Bejönnek a szúnyogok. Tudom. Hallgast. Még mindig lőnek. Igen. Mariani szerint is veszélyes lehet itt. Igen. Ó, Verdi, hallgasson rám, kérem. Ne tegye ki magát szükségtelenül a veszélynek. Amikor az osztrákok visszavonulnak, az önvidékén nagy harcok lehetnek. Mariani és az ő levelei. És az osztrákok dúlnak mindenütt, amerre mennek. Tegnap Torrilliában kivégeztek egy egész családot. Pepina. Igen? Helyezze biztonságba az értékeit, de főleg a saját biztonságára gondoljon. Ezeknek a barbároknak nem számít a tehetség vagy a hírnév. Én nem hagyhatom itt a birtokot. Először is, mert nem akarok megfutamodni. Ez szóba sem jöhet. De mégis gondoltam rá, hogy érhet baleset, és hogy ha valami történne velem... Ugyan mit beszélsz? Mariani túloz. Mivel együtt élünk, az történik velem is, ami veled. Ez az egész. Igen, de... De mi van, ha engem baj ér? De téged nem. Tudod, hogy a törvény előtt nem lennének jogaid, ugye? Szentágátát bizonyos távoli rokonaim örökölnék. És ők esetleg téged... Jog szerint nem vagy a feleségem. No és? Házasodjunk össze. Azt nem. Azt soha. Csak azért kérsz meg, hogy megóvd az örökséget. Nem fogadhatom el. Hadd vigye a birtokot, aki csak akarja, nem számít. De Giuseppina, én... Te magad vagy. Az én örökségem. Nem.
Nem igaz. Mennyit vártam, reméltem, hogy azt mondod. Peppina, gyere hozzám. De nem ilyen okból. Nem az örökségért. Te is tudod. Ha meghalnál, Verdi, én követnélek. Nem érdekelne már semmi. Nem, semmi sem számítana. Hidd el, nem csak ezért kérem. Igazán szeretném. Jó, rendben. De várhatnánk? Amíg vége lesz a harcoknak. Nem lesz háború. Olyan sokáig vártam, hogy megkéri. Majd, ha elmúlt a veszély, és az örökség nem számít. Nyilvánvaló, hogy ekkor határozták el, hogy egybe kelnek. Ezt bizonyítja, hogy Giuseppina kétszer is új módon írta le a nevét. Giuseppina Verdi. Kedves De Santis, millió csókot küldök a kisfiának, Peppinónak. Ezt nápolyi barátjuknak, De Santisnak írta, akinek kisfia született. Majd ősszel tanítsa meg neki ezt a nevet. Signora Giuseppina Verdi. A másik alkalom még jelentősebb. A vitéz testvéreink által kivívott győzelem nem volt vér nélkül való. Családok ezrei hoztak hatalmas áldozatot érte. Gyűjtsünk tehát adományokat a sebesültek és az elesettek szegény családjai számára. Én 20 Napóleon aranyat adtam. Te mit gondolsz, nem adományozol? Lehet. Igen, jut abból, amit félretettél. Miért ne, ha akarod? Odaadom neked, és te majd továbbítod. Nem, nem. A te aláírásod kell, hogy példát mutassunk. A nevem? Természetesen. De hát az én nevem... Giuseppina. Verdi. Giuseppina Verdi. Giuseppina. A pénzt? Egy, kettő, három, négy. A maestro! Hol van a maestro? Mellőcs, arra van! Maestro! Itt vagyok! Azt írják, Viktor Emánuel Milánóban van, harmadik Napóleonnal együtt. Giuseppina! Giuseppina! Anselmo, Giuseppina! Biztos vagy ebben? Az újság írja. Viktor Emánuel Napóleonnal együtt. Igen. Egész Észak-Itália felkelt, hogy támogassa a francia La Piemonti hadsereget. Június végén Solferinónál és San Martinónál a franciák és a piemontiak megverték az osztrákokat. És utat nyitottak Velence felé. De azután, harmadik Napóleon Villafrancánál váratlanul a piemontiak tudta nélkül külön békét kötött Ausztriával. Lombardiát Piemonthoz csatolták, de Velence és az egész velencei régió osztrák kézen maradt. A háborúnak vége volt, de az itáliai emberek nem örültek az eredménynek. Piemont gyenge volt hozzá, hogy egyedül küzdjön, így el kellett fogadnia a békét. Abban az évben, 1859 végén Verdi és Giuseppina összeházasodtak egy eldugott kis alpesi faluban. A házasságra, amelyre Giuseppina oly sokáig várt türelmesen, szomorú, de még inkább düvel és mély csüggedéssel teli időszakban került sor. Drága Clarina, olyan mélységes elkeseredés vett előtt rajtam, hogy alig tudom fékezni az érzelmeimet. Hová lett Itália beígért és új régóta vágyott függetlensége? Harcoltunk és győztünk, de minden véráldozat hiába volt. Ez a szökés, mint egy operában. Cimarosa, a titkos házasság. A kisváros, amit választottak, Felső Savoyában volt, amely akkor Piemonthoz tartozott. Mert a piemonti törvények szerint a templomi szertartás kiváltotta a polgári esküvőt. Egybekelésük valószínűleg titokban marad, és a közönség ma sem tudná, hogy Verdi és Giuseppina valóban férj és feleség voltak-e. Ha 10 évvel később egy kis unokahúga adoptálásához Verdinek nem lett volna szüksége a házasságlevélre. A történetet így írta meg egy barátjának. Az esküvőt Colonge-ban tartottuk. Verdi rosszul emlékszik a névre, valójában Colonge-Susa-Lév. Mermió apát áldásával.
Isten hozta, madám! Engem? Nem, dehogy is! Isten hozta, maestro, Kolony Szuszálévben! Készen állunk a szertartásra, és senki sem tudja. Madám? Köszönöm. Két tanút elég nehéz találni most, mert minden férfi kint dolgozik a földeken. De azért lenne valaki, aki tanúskodna, ha nem bánja. Hm? Nem, dehogy. Nos, nem más, mint a mi harangozunk. Jean-Pierre! Jean-Pierre Gras! Present, monsieur l'abbé! Nem hall egészen jól, ez a harangozástól van, tudják. Jó, de ki lesz a másik tanú? Kettő kell. Például ezek az urak? Nem, ők túl öregek, nem is tudnak írni. Ah, persze, persze. Na, kocsis! Higgy el! Monsieur, szükségünk lenne egy tanúra. Természetesen. Igen. Minden rendben. Ó, madam? Ez csodás, csodás. Megyek is a templomba, és felveszem a stólát. D'accord? Köszönjük. Gyerünk, fiúk, befelé, mindenki! Gyerünk! Ne rosszabbodjatok nekem! Madam? Monsieur? Igen? Akarja, hogy harangozzak önöknek? Külön fizetség jár érte? Un petit supplément. Harang. Legyen, vagy ne? Legyen. Igen, hogy ne, szeretném. Jó, merci. Jöjjön, uram! És így 1859. augusztus 29-én, 16 évi együttélés után Giuseppe Verdi és Giuseppina Strepponi házasságot kötöttek. Itália felett ismét derültebb volt az ég. Cavour hatalmas diplomáciai erőfeszítései meghozták a gyümölcsüket, és kész tények elé állították Napóleont. Március 11-én és 12-én megtartjuk a népszavazást. Üljön le és írja. A népszavazás eredményeképp Piemonthoz csatlakozik Toszkána, Emília, Modena és Parma. Mindenki szavazni fog. Birtokosok és parasztok. A nemesség mutasson példát, és vegye rá a népességet, hogy elmenjen szavazni. Lelkesen. Két hónap múlva Garibaldi 1000 önkéntessel partra szállt Szicíliában. Meghódította a déli vidékeket és legyőzte a Bourbon uralkodót a franciák vagy más idegen hatalom segítsége nélkül. Nápolyt is elfoglalta. 1860. október 26-án Garibaldi egyetlen kézfogással minden hódítását átadta Viktor Emánuelnek. Most már csak Róma és a velencei tartomány volt hátra. Itália nagyobb része egyesült. Az első olasz parlament Torinóban ült össze. Verdit is képviselőnek választották. Amit látunk, a régi piemonti parlament ülésterme. A kivételes alkalomra az új parlament első ülésére ugyanennek az épületnek, a Palazzo Carignano-nak az udvarán egy fából ácsolt építményt emeltek. Ez már nem létezik. Verdi is helyet kapott a parlamentben. Hm.
Hoho, a maestrónak jól áll az új hivatal. Cavournak szinte könyörögnie kellett, hogy rávegye. Verdi csak hajtogatta, nem. De Cavour nem adta fel, még csak Verdi el nem ment hozzá személyesen megmondani, hogy nem. A király, második Viktor Emmanuel, magára és az utódjaira nézve felveszi az Olaszország királya címet. A törvény életbe lép. Itt ért véget az olasz egység történetének első fejezete. Bár Velence és tartománya, sőt maga Róma sem tartozott még hozzá, az olasz nemzet megszületett. Tisztelt kollégáim, parlamentünk szenátorai és képviselői! Az engedmény, amelyet a franciáknak Nizza és Savoya átengedésére... Giuseppe Verdi képviselő úr lelkiismeretesen és szinte hősiesen kitartott a parlament ülésein. De engedjék meg, hogy újra hangsúlyozzam, hogy az említett területek valójában Piemonthoz tartoznak. Ami Guarini képviselő javaslatát illeti, az a véleményem, hogy az első lépést gazdasági érdekek figyelembevételével tegyük. Nem! Szavazás! Uraim, kérem, hallgassanak meg! Egy kis figyelmet! Mi mind szavazni akarunk és fogunk, de mindenek előtt a napirend szerint vizsgáljuk meg a kormány kiadásait a következő évre. A pénzügyminisztert még meg kell hallgatnunk, uraim. Minden más kérdés csak ezután következhet. A jó gazdaság, a jó kormányzás bizonyítéka. Szavazás! A társadalom igényeit legjobban úgy elégíthetjük ki, ha megpróbálunk a jól bevált tapasztalatokra támaszkodni. Szükséges, hogy minden... Aki Verdi mellett ül, Quintino Sella, a következő pénzügyminiszter. Szavazás! Szilárd alapokon kell állniuk, hogy nem csak a gondolatok szabadsága, de a hasunk békéje is biztosítva legyen. A zene mindenhová elkísérte őt, ez elkerülhetetlen volt. Része volt az életének, ez volt az élete. Van egy vendéggel. Ah, köszönöm. Nem volt nehézkes az utazás? Mondjuk azt, hogy ide értem, és már ez megérte. Már itt is van. Maestro. A vendégünk Szentpétervárról jött, Monsieur Achilles Tamberlik. Természetesen a nagy tenor, Tamberlik fia. Nagyon együttérző és türelmes ifjú. És nagyon ravasz, mert látom már is a hátvéd felől támad. Soha nem merészelném Madame Verdit hátvédnek nevezni. Inkább azt mondanám, az erődítmény szíve. Hallod ezt? Jól mondja. Nem, minden rendben. A Szentpétervári Cári Színház, amelynek Enrico Tamberlik a művészeti tanácsadója volt, már egy ideje szerette volna, ha Verdi egy új operát ír nekik. Az apja azt szeretné, ha írnék egy operát a színházának, ugye? De képviselőként itt kell lennem a parlamentben. De kedves maestro, a parlamenti ülések biztos hosszúak és unalmasak. Nos, az ülések alatt nem lehet zenét írni. Bármelyik ez történt. Ezt kiabálták. Szavazást! Én pedig zenét tettem a szavazáshoz. Már hallom is a kórust. Három hang. Egy tenor, basszus és bariton. Na meg, Szentpéterváron mínusz 25 fok van. Tegnap egy szörmeboltban az árkádok alatt láttam egy rendelésre készült darabot, vidrabundát. Ó, nyilván egy gyönyörű nőnek való darabot, egy szép vidrabundát, ami melegen tartja őket. Oroszországban a férfiak is hordják. Én is. Egy vidrabunda nincs is annál melegebb. Most láthatja, monsieur, a madám már el is döntötte, hogy Szentpétervárra megy. Hogy? Nem. Verdi, ez nem volt szép, én nem vagyok ilyen. Nem. Nem. Túl sok minden szól ellene. Először is, hogy operát írja, kellene egy téma, de nincs olyan témám, ami jó lenne. Nincs. És Oroszországba utazni nagyon-nagyon nehézkes. Több, mint nehéz. Lehetetlen.
Verdi elment Oroszországba, és az orosz színház számára megírta a végzett hatalmát, újra Piave librettója alapján. Az operát a Szentpétervári Cári Színházban mutatták be 1862. november 10-én. Jó estét, asszonyom. Ah, Maria. Hogy ment, asszonyom? Ó, csodás volt. Igazán szép. Tetszik Oroszország, Maria? Ha önnek és a maestrónak tetszik, akkor nekem is. Nos, az ifjú Tamberliknek igaza volt, amikor azt mondta, a bunda melegen tart. Hm? Tamberlik? Hm. Semmi, csak Tamberlik mesélt nekem erről az úgynevezett német iskoláról. Ezekről, akik figyültek. Néhány forró fejű. Igazi siker volt. Ó, kétségtelenül. Már küldtem is a portással egy táviratot Clara Maffeynek. Tudod, megígértem neki, hogy beszámolok a bemutatóról. És Párizsba táviratoztál? Igen, de csak néhány szót. Kiváló énekesek. Nagyszerű szervezés. Igazi siker. Ez így is van, Verdi. Furcsa, nem? Itt, ezen a tájon. Nem is érezni a hideget. Egy kicsit sem. Azt mondanám, inkább a meleget érezni. Igen, a házakban nagyon is meleg van. Itt Szentpétervárot bemutattak valamit Wagnertől? A Lohengrint, ha nem tévedek. Az oroszok sokat járnak Németországba, Bádenbe és Münchenbe. És természetes, hogy Németországban gyakran játszanak Wagnert, igaz? De hallottam, hogy Párizsban a Tannhäuser óriási bukás volt. Igen, nagy bukás. Már is lefekszel? Nem, írok pásolt DeSantisnak. Értesítem a sikerről. Aztán alvás. Jó hét. Ez volt az első eset, hogy Giuseppina és maga Verdi is olyan nehéz szívvel írtak az opera sikeréről. Az operát nagyon jól fogadták, kivéve azt a néhány neveletlen gúnyolódót, az úgynevezett Teutón rajongókat, akik szerint Wagner operái jobbak. Asszonyom. Köszönöm, Maria, majd levetkőzöm, feküdj csak le. Köszönöm, asszonyom. Jó hét. Jó hét. Jó hét, maestro. Jó hét. A Traviata bukása nem nyomasztotta Verdit, de ma este azok az elszórt bekiabálások felizgatták. A Traviata bemutatóján a fügyszó és hurrogás az operának szólt, de a szentpétervári gúnyolódás a személyének. 50 éves ekkor, az élete felét az operában töltötte. A végzett hatalma a 22. operája. A legtöbbnek sikere volt, néhány óriási győzelmet aratott. Verdi mostanra Olaszország szimbólumává vált. Tagja a parlamentnek, jócskán kapott elismerést és kitüntetéseket. Itt Oroszországban is átvehetett egyet a cártól. Gazdag, hatalmas birtok tulajdonosa. Úgy utazik, mint egy herceg. Két cselédet is hozott magával Santa Gátáról. Lehet, hogy öregszik. Talán a képzeletét megfakították az évek. Nem akarja ezt elfogadni.
A feje tele van zenével, jobban, mint valaha. Talán a zenéje öregedett meg. Most is ugyanazzal a lelkesedéssel komponál, mint ifjú korában. Ugyanúgy kifogyhatatlan az ötletekből. Talán túl sok is van belőlük. Túl sok a tónus. Túlzás. Talán túl sok van mindenből. Ez az új opera, a végzett hatalma, a spanyol történet, amit Piave ért színpadra, szinte már túl zsúfolt. Szerzetesek, katonák, cigányok, fegyverek. Egy színpompás freskó, halászok, diákok, koldusok. Mind megjelennek a zenében, mint egy nagy vásárban, egy karneválon. Az egyszerűség, a Rigoletto szigorú mértéke már a múlté. A Rigolettóban csak néhány hang kellett hozzá, hogy felidézze a vihart. De nem léphet vissza. Már nem tud, nem lehet. Az idő múlik, a dolgok megváltoznak. Verdi maga is megváltozott. A mai Verdi az ünnepelt és kitüntetett nem lehet már az a sápat, vékony ifjú, mint volt egykoron. A megoldás ebben a percben csak egy lehet. Aludni rá. Bella figlia, magyar szöveg Csantavéri Júlia. Szerkesztő Fábián Noémi. Hangmérnök és vágó Takács György. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Borgyöngyi.